a mai napon Szentesen a hódmezővásárhelyi Lucien Hervé Kameraklub kiállítása nyílik meg. 2014-ben alakult meg ez a klub. Hogy nem hamarabb alakult meg egy ilyen klub, és hamarabb gyűjtötték össze a fotózás iránt érdeklődő embereket? Ez a kérdés az bennem is fölmerült. Megkérdeztem az egyik ismerősömet, miért nincs vásárhelyen kameraklub? Az volt a válasz, hogy azért, mert te nem csinálsz. Hoppá, na akkor csináljunk egy kameraklubot. Érdekes módon én úgy gondoltam 14-ben tavasszal, hogy jó, majd valamikor ősszel csinálunk egy kameraklubot, de szerencsére találkoztam Török Jánossal, és ő nálam jóval fiatalabb lévén, meg dinamikusabb mondta, hogy akkor csináljuk meg most. Tehát tavaly június 10-én megalakult a kameraklub, hihetetlen nagy érdeklődés mellett 40 fizetős tagunk van. Tehát aki már befizeti a tagdíjat, az már komolyan gondolja a klubtagságot, és olyan két hetente van klubrendezvény, túl sokkal sűrűbbet nem akartunk, mert így lehet körülbelül megtölteni tartalommal. És hogy mik történtek, volt két bemutatkozó kiállításunk, az egyik az a Bessenyei Ferenc Művelődési Központban, nagyon nagy érdeklődés mellett, a másikat érdekes módon Vásárhelyen a Németh László gimnáziumba és általános iskolába csináltuk meg, ahol 1200 diák jár az intézménybe. Na most abban is van logika, hogy valaki múzeumban csináljon kiállítást, 3-400-an jó esetben megnézik, de hogyha elviszük egy ilyen intézménybe, mint egy gimnázium, akkor ott nagyon sokan tudják látni. És azzal, hogy nagyon sokan tudják látni, mondjuk 1200 emberből, ha csak 1-2% azt mondja, hogy de érdekes és jó lenne magasabb szinten, igényesebben fényképezni, akkor már elértük a célunkat. Lassan már tehát akkor egy éves lesz a klub. Hogyan néznek ki ezek a találkozások? Hát itt olyan 15-20 főre lehet körülbelül számítani, ugye, mert az van, hogy dolgoznak az emberek, jellemző módon erőst ki vannak zsákmányolva, tehát nem is csak 8-szor osztát dolgoznak, de vannak elméleti előadások, aztán Nagy István Szentesi Fotókör elnök úr is csinált nagyon érdekes bemutatást, kiállítást a hagyományos fotótechnikákról, Szegedről jöttek át néhányan előadni, tehát érdekes vetített képes előadások vannak, fotóztunk Mártéjón kétszer, és tényleg próbáljuk megtölteni tartalommal a kiállítást. Egyébként érdekes módon most van Makón az Arcok, Kezek kiállítás a Városház galériába, a fotóklubból négyen szerepeltek, és mind a négyen nyertek is díjat, tehát kezdjük mutogatni az oroszlán körmeinket, sőt, egy éves csecsemő, kisbaba már kezd járni, úgyhogy mi is megtettük az első bátortalan lépésünket Szentesig, és most ugye bemutatkozunk a Szentesi Fotóklubba. Maga a kiállítás cím nagyon érdekes, mert először úgy lett volna, hogy képmutatók, szerényen nekem volt a javaslatom, de aztán pontosítottuk. Megmondom miért, mert a képmutatók az egy kicsit áthallásos. Következő helyzet a képmutatókkal, hogy kik voltak a képmutatók? A farizeusok voltak a képmutatók. Jézus nem szerette a farizeusokat. Azért nem szerette, mert a farizeusok hamis képet mutattak, tehát kifele mutattak magukról egy jó képet,
kedvező képet, közben, ami nem látszott, ott meg elég gonosz dolgokat is, és igaztalan dolgokat is műveltek. Mi azért vagyunk sokkal különbek, és Jézus azért szeretne bennünket, mert mi igaz meg jó képeket mutatunk. Azért érdemes kiállításokat hozni, ezt ugye Szentesen nagyon jól gyakorolják, itt havonta változnak a kiállítások, irigykedünk is egy kicsit, mert ezekből a képekből lehet tanulni, lehet szellemileg és lelkileg gazdagodni. Ez amiatt nagyon fontos, tehát ha az élményeimet osztom meg, akkor az élmények nekem is megmaradnak, meg annak is, aki ezt az élményt befogadja. Tehát az élményt így át lehet adni. Luther Márton azt írja, hogy a pénz az ördög ganaja. Miért is írja? Ha én a pénzemet odaadom valakinek, mi történik? Nekem nem maradt pénzem. Ha az élményeimet osztom meg a közönséggel, akkor még én is gazdagodhatok élményekkel, pláne ha van egy vendégkönyv, és beírják, hogy de csodálatos volt a kiállítás, de szépek voltak a képek. Tehát ezért érdemes jól fotózni, képeket készíteni, mert az alkotó szelleme és lelke is semmi máshoz nem hasonlóan gazdagszik, ráadásul ezek az élményeket képekként meg lehet osztani a közönséggel is.